Szevasztok, Sion vagyok, ez pedig a 13v39 a Snapshot bemutató videója, és mint szembe tűnik, a Mesabajom arculat egy kicsit megváltozott. Szerintem sokkal menőbben néz ki így, hogy teljesen elkülön igazából a sima sivataktól. Mint látjátok, ezt a vörös dolgot, ez ugyanolyan, mint a homok, ugyanúgy működik, mint a homok, és igazából vörös homok a neve. Az egyetlen különbség, hogy sandstone nem tudunk belőle craftolni, hát igazából ez logikus, mert hogy a vörös homokból hogyan is tudnánk csinálni sárga sandstone. Na mindegy, a lényeg, hogy nem tudunk belőle sandstone-t craftolni, viszont TNT-t tudunk, illetve üveget is tudunk égetni belőle, és szerintem egyébként nagyon menő néz ki, még kicsit szokni kell, mert szerintem a kaktusztól eléggé elüt, illetve egy másik változás, hogy mostantól nincs sandstone egyáltalán ezen a biomon, helyette viszont sokkal több narancssárga clay található, és így mindenképpen még menőbben néz ki. A következő változás még jobban egy kicsit az Adventure Map készítőknek fog kedvezni, ez pedig nem más, mint a Minecraft, mint a Minecraftos command block, amit nem más, hogy tudunk addolni, mint a per give-vel és a 422-es. Wow, crashelt a kliensem azért, mert megpróbáltam 4222-es idét addolni, úgyhogy úgyhogy most azt hiszem, hogy megpróbálom még egyszer a dolgot. Szóval adok magamnak egy 422-es blokkot, és ez nem más, mint a Minecraftos command block, aminek az a lényege, hogy ugyanúgy tudunk vele parancsokat futtatni, mint az eddigi sima command blokkal, viszont mostantól mozgatni is tudjuk, és így igazából a játékoshoz, mondjuk egy bizonyos Adventure Map esetében a játékos viszonylatában is le tudunk helyezni bizonyos dolgokat, esetleg mobokat mögé, illetve egyéb dolgokat. Ahogy működik, nyilván kell hozzá valami dolog, ami meghajtja, ez ugye ez a Power Rail, illetve az Activator Rail-el kell magát, tehát aktiválni konkrétan, és így fog csak működni a parancsa. Meg is mutatom, egy kicsit lehalkítom, mert lehet, hogy marha hangos lesz. Ebben most éppen tűzjáték van betöltve, és ha elindítom, elkezd körbe forogni, és mit látjátok, ez egyébként a parancs benne, talán így meg tudom nézni a parancsot, a parancs benne azt tartalmazza, hogy a minecart helye fölött 5 blokkal, vagy 4-gyel, mindjárt megnézzük, 4, azt hiszem, hogy 4 blokkal, ott van, 4 blokkal summonoljon egy ilyen tűzijáték entityt, a többi egyébként csak a tűzijáték alatta, és itt látjátok, szépen megy körbe. Eredetileg úgy volt, hogy ha max sebességgel, tehát ezzel a sebességgel halad át egy activator railen, most megállítom, akkor wow, és átcsúszott a másikra. Ez kicsit durva. Na mindegy. Rendben, ez még durvább. Szóval, hogyha egy teljes sebességgel megy át az aktivátor rail fölött, akkor kétszer aktiválódik a parancs, viszont ezt kiszedték, és mostantól azt hiszem csak 4 tickenként tud aktiválódni, ami azt jelenti, hogy legnagyobb sebességnél is egy aktivátor railen ez egy darab parancs kivitelezését engedi lehetővé, teszi lehetővé, illetve a következő, ez annyira már nem fontos dolgok, a enchanting könyvekkel kapcsolatosak, mostantól csinálok gyorsan egy nappalt, és mostantól az enchanting könyvek több enchantot is kaphatnak egyszerre, mint látjátok, itt van nálam egy könyv, Efficiency és Protection 2 is van rajta, és tudunk készíteni, az Anvil-ben kell, meg el tudjuk készíteni így ezt az enchantot könyvet, egyébként elég érdekes kombinációk is létrejöhetnek, mint például a sharpness és a power, amit ugye egyértelműen semmire nem tudunk rárakni, viszont hát most már erre is van lehetőség, hogyha esetleg könnyebben szeretnénk tárolni enchantot könyveket, és esetleg egy tucra szeretnénk rátenni ezeket az enchantokat. Még egy pár apró dolog, hogy a desert, tehát a sivatagi village-ekben, ami az nem egyébként, tehát nem tudom megmutatni, mostantól a kutak gravelből vannak, illetve van egy achievement, ami igazából annyit tesz, hogyha egy gyémántot dobunk egy olyan zombinak, aki képes tucokat felvenni, akkor elérjük ezt az achievementet, és akkor lesz egy ilyen nagyon menő achievementünk. Ennyi igazából a lényeg ennek a snapshotnak. Ami nagyon fontos, az szerintem ez a minecartos dolog, ez a minecartos command blokkos dolog, ugyanis ez rengeteg új szintén, illetve még mindig az Adventure Map készítőknek rengeteg új dolgot tesz lehetővé, és mindenképpen menő tucokat lehet vele csinálni, hogy hamarosan jövök majd a 40. heti snapshottal, remélhetőleg hamarosan kijön, és addig is sziasztok!